Na gyerekek, itt vagyunk a Whole Foods-ba. Végre két esős nap után a nap kikezdett egy kicsit sütni. Felhők oszladoznak. Kimozdultunk a házból, már nem voltunk kint mennyi ideje. Közel egy hete kutyaparton voltunk, mikor csütörtök, péntek. Nem tudom, napokat nem nagyon számoljuk, mert kint a farmon az idő meg a... Na, menjünk be a Whole Foods-ba, vegyünk egy pár dolgot, ilyen-olyan dió, magyaró, magféléket, meg még kézmosószappont kell vegyünk. És még mit kell? Meg valami láncsék. Na jó. Akkor vegyünk egy kosarat, nézzük, hogy... Open sesame, 1, 2, 3. A múltkor siettünk, mikor mentünk a partra fürödni, akkor nem a kutyával azelőtt, akkor megálltunk gyorsan, beugrottunk szappanét. Egy kis alma kóstolom. Jó. Melyik ez? Organic piñata apples, 2,49. Basszus, nem számoltam a kalóriát. Jó. Ennyi elég? Oké. Okay. Észbe tartsuk ma egy szelet alma. Mennyi lehet 10-15 kalóriát? Ja, elenyésző. Na, ja, azt nézd meg. Nincs ingyen. Uh-huh. 2,99 egy pound. Ez mennyi? 3 dollár, 1000 forint? Szüköm. 900 forint. Egy fél kiló. Közel fél kiló, durva. Szüköm. Az mennyi? Drága vagy olcsó? 900 forint egy fél kiló lencse? Mondjuk a vörös lencse nálunk is drága. Még milyen lencse van? Ez a zöld, kettétört. A borsó. Tehát zöld borsó, száraz, kettétörve. De érdekes. És ez sárga borsó, száraz, kettétörve. Barley. Ezt mondják nagyon jó. Hogy mondják magyarul, nem tudom. Mit tudom én. Hol mutatja az árat? Jó. Hát akkor már inkább ezt érdemes venni, mert ez nálunk tök olcsó, hát normál lencse. Francia lencse. Nem, feketének tűnik ez, még milyen van. Na, ez a legjobb. Meg azt... Hamar megfő, 5 perc alatt meg van főve. Elérték a rendbe is az a legjobb. Na, itt még sok mindenféle folyton, itt kezdődnek aztán a diófélék. Cashew. Mindenféle cashew dió, hazelnuts. Na, ebből vegyünk ezt még, melyik is a hazel? Én ezt nem szeretem. Nem? Peanuts, pistácia. Akkor itt van a pecan. Pecan szereted-e? Hasonló a dióhoz, de kicsit más. Lehetünk egy kicsit, hogy kóstold meg, ha akarod. Meg hol, ez teljes almon. Nincs megsütve, nincs megsózva, ebből veszünk. Tehát tudja, hogy mondtam, beáztatva. Így 24 óra alatt áztatod, a héját letaszítod, megeszed olyan, mint a friss dió bérez. Ha éri meg jobban vizét venni, sós mandulát, a dobozos, vagy ez a kimérős? Emlékszel, mennyi volt a dobozosban? Egy fél kiló, mennyi volt? Szerintem 3-4 kiló. Nem tudom, nem emlékszel. Na mindegy, veszünk itt is egy kicsit, kipróbáljuk. Mik vannak itt még? Hú, ez micsoda? Milyen? Fokhagyma és egyéb ilyen fűszer növények, szárazon meg perkelve, cashew. Na, ilyet kell venni, megkóstolni. Igen? Na, olyat nem is kellett. Meg maple roasted cashew. Az milyen? Az a maple, az édes. Az nem jó. Ezt kell kipróbálni. Ezt így megmondtam. Na jó, még nézzünk itt is szét. Itt is vannak valami cuccok. Adnám. Ó, ebből kell még vegyünk. Rohadt drága, de kipróbáljuk. Mi ez?
Hút, hempseed. Hemp az a... elfelejtettem. Hemp. Nem kendér, minek hívják? Hemp. Flexseed. Ő van egész, meg van őrült. Azért fogok majd egy szótárat mindig, mikor nyomom felsőt. Jó. De ez ketté, ez split, ketté van vágva. Jó, hát mindegy, ketté van, ez egy nincs, nem? Fekete lencse. Jó drága, 351 pound. Zöld lencse. Na, még itt vannak még... Mit látsz ott? Ó, hol van a paradió? A brazilnat. Meg valahol itt van. Wasabi, lát ott a túlsó felén. Hogy szemét van csak. Pistachio. Raw walnut dio. Pumpkin seeds. Valahol itt van, lát ott máshol. Ja, lehet ezen a felén, ezt nem néztük még. Lehet itt van. Akkor nem, valahol itt kell legyen. Nagyok, nézed, ahol a nagyok, ott látod. Itt van, ne? Megvan? Ja, nem, ez mixed. Kell legyen... Ó, meg itt a macadamia nut, ne? Nézd meg, milyen drága, $22 egy pound. Na, olyat csináltam. Egy fél kiló, de ebből veszünk, ez kipróbálni, nagyon finom. Itt azt hiszem, hogy össze... Az ilyen hiány csemege. Kell legyen... Brazilian nuts. Na, itt vannak a szárított cuccok. Török aprikat, az a barack egyik féle. Meg szilva, nagyon finom, ebből veszünk még. Nem szeretem. Nem szereted? Meg nagyon jó. Hát lát itt más, mind otthon azért. Ó, füge, itt van a szárított füge. Túl száraznak néznek ki azok a fügék. Füge. Ne, szárított banán, milyen csúfú néznek ki. Almond butter, mandula, cream. Na jó, lát, meg kell kérdezzünk valakit, hogy hol van a... Jó, gyerekek, itt bevásárolunk egy kicsit magokból, láncséből, ilyenből, olyanból. És akkor folytassuk majd, még itt szétnézünk hátrafelé valahol. Na. Itt vagyunk a szappan részlegen. Akarunk venni valami kézmosó szappant. Hadd le, amit lehet kapni. Látsz-e valami? Igen, valami egyszerű, olcsó szappan. Mert van ugye tusfürdőnk. Kíváncsi vagyok, milyen ez az afrikai, csak elég drága. Afrikai fekete szappan. Olyan, mint a csokit kenné magadra. De... Valami egyszerű kézmosó, itt vannak, ne? Mindegy, választod a legolcsóbbat, nekem aztán teljesen mindegy, mivel mosok között. Jó. Ezek mind ilyen spéci tuccok. $2. Jó, hát jól néz ki, nézd meg, úristen, milyen jól néz ki. Jó, hogy belé harapja. Aha. Oké. Okay. Mint egy sütemény. Ágj, ugye. Ez is nőknek van kitalálva. Olyan. Emlékszem, annak idején nagyanyám még gyűjtötték a szappanokat. Ott szappan gyűjteménye. Meg ital gyűjteménye, meg minden, meg szivar gyűjtemény. Na, itt jó sok minden van. Lotion, azt nem kell vegyünk. Oké. Okay. Ez sót mire használják? Fürdéskor beleteszik a kádba. Ez minek van? Ez is túl fürdőhelyettes. Ezt ugye áruljak simán, még nincsen ilyen. Zacsia sincs. Zöldet vegyünk, vagy? Hát egyet sem. Ne? Nincsen még olcsóbb. Ebben mi van? Valami olyant kéne vegyünk, hogy jó cucc legyen, ne legyen. De jó, hogy
Ne edd meg. Na jó, veszünk szappant, csak akkor még hova menjünk? Mit kell itt még vegyünk? Menjünk még nézelődni. Habocskával gondolkozunk, hogy csinálunk egy berugós live-ot, mit szóltok? Nem úgy mondják berugós, bebaszós. Bebaszós live-ot, mit szóltok? Lenne igényre? Nem csinálunk ilyet soha. És akkor gondoltuk, megállunk itt, veszünk valami jó kis bort. Pinot Noir. Melyik a kedvenced, Habocska? Mit szoktál inni ugye általában? Menjünk errefelé, mert túl sokan vannak. Valami jó magyar bort. Szokott lenni tokai asszú, meg ilyen olyan drága borok. De nem minden üzletben, nem a Whole Foods-ba, de egy-egy üzletben látok néha magyar bort. De nem fogunk italos live-ot csinálni. Habocska se iszik, én se iszok. De mondjuk, hogy talán 5 évente egyszer szilveszterkor, vagy ilyesmi. Itt van a kaja részleg. Ameddig a szemem alatt kaja van mindenhol. Levesek meg, főttek, sültek, mindenféle salátak, pizzák, rizs meg, bab meg. Jaj, ott vannak előasztalok, de rohadt drága minden, tehát... Hát mondjuk attól függ, mennyit eszel. Hát 8,99 egy pound. Egy pound ugye az 450 gram. Tehát mindegy, mit veszel, végén lemérik. Tehát hogyha veszel egy kiló kaját, az lesz, mit tudom én, 17 dollár, 18 dollár, majdnem 20 dollár. Egy jó adag, én meg szoktam enni. Meg tudok enni 3-4 poundot, tehát 2 kilót. Túl drága, no. Túl drága. De jó, akinek nincs ideje főzni és pénze van, az csak jön és teszi bele dobozokba. Hát... Akkora, mint egy szekérkerék. De nézd meg, mennyi féle rizs van. Ilyen rizs, olyan rizs. Na, meg itt ugyanúgy folytatódik kaja, amíg a szem állat. Ázsiai, latin, indián, klasszikus. Látod, hogy felül a címkéket. Milyen sárga rizs. Azt hiszem körit tesznek rá, hogy olyan sárga lesz. Mit tudom én. Na itt nem veszünk sok mindent, de néhány magot, meg láncsét, meg egy kis szappan, mutassam meg milyen szappant adtunk. Kicsi picit a szappan. Jó illata van. Az a baj a Whole Foods-a, hogy rohadt nagy drágaság van itt. Úgy is hívják, hogy Whole Paychecks, nem Whole Foods. Mesztelen mangó. Ja, túl drága. Ó, menjünk most a Sam's Clubba, ott egy dollárra vagy másféle olcsóbb. Oké. Okay. Nézzük meg az almalevet, majdnem elfelejtettük. Azt hiszem itt lesz. De nem baj, mert én is kívánom, meg kell a maga az üveg. Ja, itt van. Apple juice, $8.99. Látod, milyen fájén kis bidomba jön? Van egy kicsi fülecskéje, kupakja visszazárható, tiszta üveg. Na nézzük, mi van benne. Látod, milyen jó cucc. Ennek egyetlen egy összetevője van. Csak az alma. Ja. Helyes. Bio, organic, pasteurized, unfiltered apple juice. Hát ugye, ahogy meséltem, emlékszel, hogy kipréseled, felmelegítik, azt jelenti pasztorizálás. Tudom. Felmelegítik, és kész. Hát ez olyan, látod, egy kis lerakódás, megrázod.
így ez jó. Ez jó cucc. Menjünk. Ennek a kupakja kicsit fel volt lazulva, vegyek egy másikot. 8,99 dollár. Nem is vészes, jön, kapsz egy, ez egy galon 3,79 liter, és kapsz vele egy jó üveget, és ebbe fogjuk tárolni majd a vizet, ami kijön a víztisztítónkból. Úgyhogy fogunk venni néha egy-egy ilyent. Ezt Lútól tanultam az öreg vegántól, emlékszel, meséltem az öreg vegántól. Nem emlékszel? De igen, 70 éves fő. Itt lakik Népőzben. Tudod, mi nap beszéltünk, nem emlékszem mindegy. Nem beszéltünk. Na jó, akkor menjünk. Ennyi elég volt. Még be kell menjünk. Home Depotba, az Aldiba. És a Sam's Clubba, és a Walmartba. Sokára el kell menjünk. Nem veszünk olyan túl sok mindent sehol, de... Cliffbar, tettél a... Cliffbar. Ez növényekből. Igen? Uh-huh. Na, hogy legyen egy kicsi európai feelingje is a dolognak. Elmenjünk az Aldiba. Screenshot az Aldi előtt. Ezt meg kell szokni. Még én is szoktam meg rendesen, sokszor nem csinálok screenshotot. Egyszer ide jöttem, és rossz fel, ide dugtam be a pénzt, nem ide. Hova dugtad? Az előtte levőben. Na, itt mit nézünk? Zöldséget, meg fagyasztott cuccokat. Aha. Menjünk egyreből jobbra. És ott vannak a fagyasztott cuccok. $13. Mennyit fizettünk a... De ez kisebb. 850 gram. Ez azt hiszem nagyobb. Nagyobb? Nekem úgy tűnik. Mennyit fizettünk? $15? Többet. 19-et. Cashew Dio habocskának a kedvence. Mi a különbség? Ja, ez nem sós. Unsalted. A szarom, melyik nem sós. Mi van még? Makadémia, vagy nem makadémia, Brazíliót látsz-e? Vár, itt még ezen a felén is vannak. Ó, nem, ezek ilyen vegyes szarok. Almond. Mennyi az almond? $5. Ja, vegyünk ebből is egyet. Ugye menjünk ide a fagyasztott részleg felé egyet. Ilyen zöldség. Hadd lámja már. Ilyen paradicsom, halapinyó. Cukor. Elég olcsó is, 1,49. Cukros. Nem akar cukrost? Ó, azokat ne is nézed, abba sok a szemét. Menjünk a fagyasztott részlegre ide. Elkezdett esni az eső odakint. Látsz itt borsót. Na, taszítsd előbe kicsit a szekeret. Mixed vegetable, green beans, broccoli, Brussels sprouts. Ez olyan, mint amit a Walmartba. 340 gram, $1. Steam broccoli. Ez mi az ott felünk? Ja, vegyes zöldség. Vegyes zöldség. Meg
89 cent ez. Mennyi van? 12 ounce, 340 gram. Elég olcsó. Vegyünk ebből egy néhányat. Ja. A bar azt hiszem nem olcsóbb, mint amit veszünk a... Ja. Mind amit veszünk ott fent. Össze, veszünk, és összehasonlítsuk. Tehát ez 89 cent, ez 1 dollár 19. És összehasonlít. Ne jönnek, ne jönnek! Itt kell maradni. Na jó, én megyek. Nem tudsz jönni, mert ott kell maradni. Oké, mi van itt még? Bobby Pinto Beans. 1,49. Jó, olcsó. Vegyünk-e? Tudsz-e babot főzni? Tudok babot főzni. Akarsz főzni? Nem szereted a babot? Nem szeretem én a babot sülve, főve. Attól félek, megdagad a hasam tőle. Na, itt vagyunk a Walmartba, Home Depotba. Tubajfót nem vettünk, de vettünk egy csomó egyéb minden, nem olyan túl sokat, de a legfontosabb dolog. Azt mondtátok, ugye a 2,7 mm-es az a, az jó cucc, vastagabbat ne vegyek. 3,9-es is volt, de az túl vastag. Ez egy kicsit kocka, nem olyan háromszögű, de nem nagyon, tehát majdnem kerek, de nem teljesen, de... Ez az egyetlen volt, amely 2,7 mm-es, 200 láb hosszú, 61 méter hosszú, 15 dollárért. Ugye most csak ezt tudjuk venni, meg vettem még 10 dugaszt, meg ilyen műanyag bilincseket, meg néhány faceplate-et, és ennyi. Az előbb voltunk a Sam's Clubba, vettünk egy csomó zöldséget, meg magvakot, diófélyeket, de nem videóztunk, mert esett az eső, és az Aldiba is, mikor jöttünk kifelé, esett az eső, hogy ott sem videóztunk. Na, most megyünk a Walmartba.